Már hétfőtől nem elegendő a sál vagy kendő az arc eltakarásához, csak textil vagy orvosi maszkot lehet a jövőben hordani. Ezek olyan rendelkezések, amelyek a mindennapi életvitelt nem gátolják, de biztonságosabbá teszik. Október második felében lesz elérhető a szezonális influenza elleni védőoltás, immár mindenki számára térítésmentesen. A védőoltás beadatása térségünkben is a háziorvossal történt időpont egyeztetés után lesz lehetőség. Naponta ellenőrzik a kórházakat, hogy rendelkezésre állnak-e a gyógyításhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek. Kidolgozott intézkedési terv van a koronavírusos betegek ellátására. A cél az, hogy őket olyan intézményekben lássák el, ahol ahhoz minden feltétel adott. Az állandó betegek számának emelkedésével folyamatosan lépnek be új kórházak az ellátásba, tájékoztatták televíziónkat. Amennyiben egy intézmény eléri kapacitásának 80%-át, jelzi ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, amely újabb és újabb kórházakat jelöl ki az ellátásra. Jelenleg a kapacitásokat nem merítették ki. A kötelező házi karantén 14 napról 10 napra csökkentésével kapcsolatban Müller Cecília elmondta televíziónknak, a nemzetközi tapasztalatokat vették figyelembe, hiszen a 10 nap alatt az 5-6 napos lappangási időt is beleértve kiderül a fertőzöttség. Európa számos országában már a 10 napos karantén az elvárt. A járvány második hullámában az egészségügyi dolgozók 5%-a fertőződött meg. Ahhoz, hogy megszorító, erőteljes korlátozó intézkedéseket ne kelljen hozni, rendkívüli fegyelmezettségre van szükség mindenki részéről. A lélegeztetőgépek beüzemelését követően az azokat működtető személyzet, intenzív anesteziológus orvos, szakasszisztens nővérek és mindenki, aki a gép körül dolgozik, tájékoztatásban, oktatásban részesül. Ezt követően ők kezelik a lélegeztetőgépeket az utasítások szerint. Amennyiben bármi probléma adódna berendezésekkel, azokat tartalékgépekre cserélik. Az országos tiszti főorvos tájékoztatása szerint csak apró problémák esetén van szükség egy megbízással foglalkoztatott szervízre, egy technikusra, aki a kisebb hibákat helyben is tudja javítani. A technikus folyamatos jelenléte felesleges, az elérhetősége a fontos, erre az egészségügyi szolgáltatók külön szerződéssel rendelkeznek.